Kedves nézőink, üde színfoltja városunknak a Hangadók zenekar, azt gondolom ebben egyetérthetünk. A következőkben a frontemberükkel láthatnak egy stúdióbeszélgetést. Köszönöm a stúdióban Zemáni Jánost, a Hangadók zenekar frontemberét, énekesét, dobosát. Jó estét kívánok! Szervusz János! Mire készültök most a Hangadókkal? Hol tart a zenekar? A Hangadók zenekarnak nagyon sok fellépése van éves szinten. Büszkén mondhatom, hogy éves szinten 35-40 fellépésünk van, kora tavasztól késő őszig, tehető ez az időszak. És most a héten, november 5-én csütörtökön Ágfalván lép fel a Hangadók zenekar. János, mikor megalakultatok annak idején, nem tudom, mire gondoltatok, milyen tervekkel alakultatok. Értem ez alatt azt, hogy országos híretek már van, sőt, külföldön is vendégszerepeltetek. Gondoltatok akkor erre még? Hát az elején, megmondom őszintén, külföldre még nem gondoltunk, de úgy azért szerettük volna mindannyian, hogy országos szintre eljusson a zenekar, és ez 2012-ben sikerült. Akkor már jártunk külföldön is. Mégpedig? Jártunk Eindhovenbe, Hollandiába, és Írországban, Korkban. Milyen a fogadtatás a zenekarnak egyébként, ahol fölléptek, akár itthon, akár külföldön? Büszkén mondhatom, hogy ahol fellép a Hangadók zenekar, ott mindenhol nagy örömmel várnak, és szívesen hallgatják a dalainkat, és nagyon tetszik nekik a műsor, amit előadunk. Végig tombolják, éneklik a dalainkat. Ez annak köszönhető, hogy olyan dalokat választunk, és olyan dalokat játszunk, amit mindenki ismer és szeret. De ez a fő szempont a válogatásnál, hogy ismert dalok legyenek? Igen, ismert dalok, és az a lényeg, hogy olyan dalokat játszunk, amit ugye könnyen el tudunk játszani, meg jól illik a zenekarnak a hangszereihez, meg mi hozzánk is, és fontos az tényleg, hogy minél többen ismerjék az adott dalt. Tehát fiatalkorútól időskorig egyaránt. Változtattok egyébként mondjuk a hangszerelésen, hozzáigazítjátok a hangadókhoz? Hát igen, azért hozzá szoktunk nyúlni a hangszerekhez, tehát azért szoktunk rajta változtatni. Mennyire képzett zenészekből áll a zenekar? Hát a Hangadók zenekar tagjai, ugye úgy vagyunk mi, hogy néhányan járunk zeneiskolába itt Ajkánhelybe, például a billentyűsünk Kevenszki Laci zongorázni tanul, és én is szintén zongorára járok. Amellett, hogy dobolsz a... Igen. A zongora az plusz. Zenekarban. Tehát akkor már egy következő hangszert is próbálsz birtokba venni, és megismerkedni vele. Ezzel úgy terveid vannak a zenekaron belül, hogy zongorázni tanulsz? Hát úgy konkrét tervem nincs, de végül is ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Értem. Koncertjeiteken időnként el szokott hangzani tőle, másoktól is, minden más koncerten, de tőled is az, hogy nem látom a kezeket. Na most ez egy részletről egy nagyon dupla fenekű, dupla töltésű mondat, de számomra azt is sugallja, hogy te békében vagy a világgal, hogy jól meg vagy a világgal, és van hozzá humorod, van hozzá energiát, töltésed. Valóban így van ez? Hát valóban így van. Igaz, van, mikor van egy-két dolog, ami nem tetszik, de azokon próbálom magam túltenni. De ugye ez a nem látom a kezeket, ezzel azt szeretném én a közönség felé sugallni, hogy hát tapsoljanak minél többen, hogy halljam, hogy ott vannak körülöttem. És amikor ezt mondom én, hogy nem látom a kezeket, akkor egyből hangosabb a taps, meg egyből elkezdenek örjöngeni, tehát veszik az adást. De azért ezt gondolom nagyon nagy erőt ad nektek az, hogy így fogadnak benneteket. Igen, és amikor a színpadon játszunk a Hangadók zenekarral, akkor azt mondhatom, hogy a zene az megnyugtat, és kikapcsolja az embert. És az a lényeg, hogy amit csinálsz, azt szeresd, és akkor nem lesz semmi probléma. Igen, ezt akartam is kérdezni, de akkor nagyjából meg is adtad a választ, hogy mit jelent a zene számodra, hogy találtál rá egyáltalán a zenére, mert azért nem teljesen egyértelmű az, hogy zenél valaki, ha nem lát. Hát az igazság, hogy én már gyermekkoromban foglalkoztam zenével. Én Budapesten töltöttem a gyermekkoromat, ott jártam óvodába,
általános iskolába és speciális szakiskolába. Ugye nekem szőnyegszövő a szakmám, abból van OK és bizonyítványom. És ugye hát a tanulás mellett annak idején az iskolában is voltam több mint 8 évig énekkaros, meg jártam furulya szakkörre, tehát ott is azért már az iskolában is volt közöm a hangszertanuláshoz. És hát ugye az a szerencse, hogy az énekhangom is elég jó. És akkor ezt fejlesztetted tovább? Igen. És annak idén 2005-ben elkezdtünk zenélni az alapítványba, akkor még nem volt nevünk, tehát akkor is már volt zenekar, csak akkor még nem Hangadók néven, és 2008 novemberében indult a Hangadók zenekar, és az én ötletem alapján lett ez a nevünk, hogy Hangadók zenekar. És azóta is adjátok a azóta is megyünk előre. Amikor egy-egy dalt újonnan elővesztek, próbáljátok megtanulni, akkor ez hogyan történik? Tehát úgy értem, hogy csak hallás alapján, vagy esetleg van hozzá valami bráírásos kotta, létezik ilyen egyébként? Hát én úgy szoktam megtanulni az adott dalt, hogy én megkapom CD-lemezen, többieknek meg ugye elküldi a zenekarvezető az okostelefonjára, vagy kinek milyen megoldása van, és akkor mindenki a saját módján hallgatja az adott dalt. Például múlt héten pénteken a próbánk a Lord zenekartól az Egyedül című dalt kezdtük el összerakni. Apropó próba, mennyi próbát jelent számotokra ez a... Minden héten egy próbánk van, pénteken délután 14 órától 16 óráig. Uh-huh. És ezzel az egy próbával ezzel ilyen szép sikereket tudtok elérni, vagy esetleg otthon mindenki gyakorolja? Hát otthon mindenki hallgatja, és ugye a próbára már azért valamennyire mindenki ismeri a dalt, és akkor mindenki képességeihez mérten tanulja. A próbán gyakoroljuk nagyon sokat, és egyre jobb lesz. Említetted, hogy szőnyegszövéssel is foglalkozol. Van-e még emellett valamilyen úgymond civil foglalkozásod a zenélésen, a szőnyegszövésen kívül? Hála Isten, ezeken kívül még szoktam segíteni az alapítványnak a többi munka tevékenységébe is. Kókai Kft.-nek ilyen összeszerelős, csavarozós munka folyamatában is szoktam segíteni, abban én is részt tudok venni. Meg dolgozunk még a szivacs üzemnek, abban olyan munkafolyamatot kell csinálnom, hogy ki kell nyomnom a szivacsból, ami nem odaillik, és ami szivacs megmarad, ami jó, azt a mobiltelefonokba, a dobozba rakják a telefon mellé, amikor vesz az ember egy telefont, akkor a szivacs benn van a dobozba, és az azért van benn, hogy védje a telefont az eséstől, vagy valamilyen sérüléstől. János, hadd kérdezzem meg, engedd meg ezt a kérdést, hogy mióta nem látsz? Én születésem óta vak vagyok, tehát sosem láttam. De úgy tudom, ennek ellenére egyedül élsz, egyedül látod el magad, igaz? Hát igen, szüleim már nem élnek. Édesapám, ő 13 éve halt meg, édesanyám meg 6 éve múlott június 5-én, hogy meghalt. És hogy tudod ellátni magad egyedül? Mennyire okoz ez nehézséget? Úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy azért hála Isten sok mindent meg tudok oldani egyedül. Ugye mindent tudok, hogy minek hol van a helye a lakásban, csak az lenne a legnagyobb büntetés, ha átrendeznék a lakást vagy a szobát, de viszont amiben segítségre van szükségem, abban megkapom mindig a megfelelő emberektől, megfelelő személyektől, barátoktól, szomszédoktól a segítséget. Hát én megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a Hangadókkal pedig nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget, köszönjük szépen.